Rendszeresen becsapják a vevőket egyes tűzifaárusok a jóhiszeműségüket kihasználva. Az árak egyébként nem változtak jelentősen ebben a szezonban, sőt, néhol még olcsóbban is beszerezhető a tűzifa, mint egy évvel korábban. A szakemberek szerint ugyanakkor érdemes minél előbb, akár már nyáron megvenni a fűtenivalót. Teherautóra pakolják a felhasogatott fát az egyik nyíregyházi építő és tüzelőanyag kereskedés telephelyén. A vásárlókat természetesen itt is az érdekli a leginkább, hogy a tüzelő milyen áron kapható. Sokan drágának találják a tűzépeken elérhető fát, vagy az okoz gondot számukra, hogy nem tudják hazaszállítani a megvett árut. Így inkább olyan eladó után néznek, aki olcsón és házhoz is viszi a tűzre valót. Erre jellemzőbb, hogy helyi újságok hirdetési rovataiból, illetve az internetes fórumokról gyűjtik össze a rendkívül előnyösnek tűnő ajánlatokat. Nem ritka, hogy rendkívül olcsón, nagyon jó minőségű, száraz, akciós tűzifát kínálnak eladásra, ám nem árt tudni, számos trükköt alkalmaznak a csalók a vásárlók kárára. Nemrég a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal hívta fel rá a figyelmet, hogy országszerte számos olyan visszaélés történik, amikor az eladók az emberek jóhiszeműségére alapozva csalják ki a tüzelőre félretett pénzt, csalódottságot, bosszúságot és hideget hagyva maguk mögött. Mivel a hatóság ellenőrei nem lehetnek jelen minden egyes vásárlásnál, fontos, hogy a lakosság eleve körültekintően és felelősségteljesen járjon el a tüzelőanyag megrendelésekor. A Nébik közleménye szerint a telefonos megrendelést általában egy kedves női hang nyugtázza, ami még inkább megnyugtatja a vevőt, hogy kedvező alkut köt. Amikor azonban megérkezik a kis teherautó és leborítják a fát, többnyire kiderül, hogy az kevesebb is, vízesebb is, vagy akár nem is olyan fajtájú, mint amit rendeltünk. A fuvarosok azzal védekeznek, hogy nekik ezt adták, szóljanak az eladónak, biztosan orvosolják a problémát. Az autó elhajt, jobb esetben a hirdető talán egyszer-kétszer még felveszi a telefont, ígérget, magyarázkodik, egy idő után pedig elérhetetlenné válik. Rosszabb esetben a helyszíni reklamációknál már a fuvarosok is fenyegetően lépnek fel, így elveszik a vásárló kedvét a határozottabb érdekérvényesítéstől. És ez csak egy a trükkök tárházából. A Nébik jó tanácsait a hatóság weboldalán olvashatják a tűzifa vásárlás előtt állók. Hasznos tudnivalókkal ugyanakkor mi is segítjük őket a következő percekben. És bízunk benne, hogy így lesz. Vendégük a stúdióban Vengrinyák Tibor, a Farmker Kft. Tulajdonosa. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőit. A felvezetőben elhangzott, hogy nem sokat változtak a tűzifa árak az előző szezonhoz képest. Ön ezt meg tudja erősíteni? Egyáltalán a változás mit jelent? Emelkedés, csökkenés? A változás oly mértékben, hogy csökkentek a tűzifa árak, bármi meglepő az utóbbi években, utóbbi időszakban nem ez volt a jellemző. Most némi csökkenést tapasztalhatunk a beszerzési árakban, és illetve így nyilván ez érinti az eladási árakat is. Nagyon közel 10%-os csökkenést tapasztaltunk. Hát akkor tudunk konkrétumokról beszélni? Hogy, bár gondolom itt azért eléggé széles a spektrum, de egy átlagot lehet-e mondani? Igen, kereskedésekként biztosan eltérőek az árak. A mi esetünkben a hasgott tűzifát 4400 forintról 4000 alá 3990-re, az durván egy 10%-os árcsökkenés jelentett. Ez annak köszönhető, hogy a beszállítóim is csökkentették a beszállítói árakat. És ők miért csökkentették? Az már nem lehet világpiaci? Sok minden befolyásolja, tehát nagyban csökkent a tűzifa utáni kereslet. Hát ezt érezték a beszállítók, a erdőtulajdonosok, illetve a fafeldolgozók, és hát véhetően a nyakunkon maradt készlet arra kényszerítette őket, hogy csökkentsék az árukat. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy egyre kevesebben használják a tűzifát? Ezt meg tudom sajnos erősíteni, tehát a forgalmunk évről évre csökken. A szilárd tüzelési anyagokban nem csak a tűzifa, hanem a szeneket illeti azt is, de a tűzifái az elég nagy mértékben csökkent a kereslet iránta. És ennek pedig mi lehet az oka, hogy egyre többen használják, akkor gondolom a gázt, vagy egyéb alternatív fűtési technológiát?
Az a bizonyos rés vagy különbség, ami korábban volt a gáz, illetve a tűzifa ára között, ha most nyilván veszünk egy alapot, hogy átszámoljuk az energiát, tehát a gázárat energiába, egy köbméter gáz, olyan 34 kilojoule energiát tudunk belőle, nyilván ezt megfelelő fűtőberendezés és megfelelő szakértelemmel hasznosítjuk, akkor ha ezt kiszámoljuk, hogy egy köbméter mondjuk nálunk kedvelt, inkább fafaj az akác, hogy mennyi energiát tudunk kinyerni egy köbméter fából, akkor helyek közel ugyanazt az árat kapjuk. Tehát ennek is köszönhető, hogy csökkent a kereslet, illetve azért a tűzifa felhasználók jó része azért az idősebb korosztály, akik már nem bírják, vagy nem akarják már a kazánt megrakni minden nap, akár többször. Idősebb korosztály, és hát akkor lehet, hogy ennek az összefüggésében is lehet beszélni a csalásokról, mert hogy általában az idősebb korosztály a veszélyeztetett e tekintetben, ugye? Sajnos igen, mi is tapasztaltunk, és vásárlóink nagyon sok trükkről számoltak be. Nekem is van egy személyes élményem, ha megengedik, azt elismerélném, lehet tanulságos. Felhívtam anonimként egy tűzifa hirdetésben szereplő telefonszámot, megadtam a telepemnek a címét, nyilván nem közöltem, hogy ez egy építőanyagkereskedés, pontosabban egy tüzelőanyagkereskedés, és megbeszéltem az úrral, hogy kalodába hozza a fát nekem, kértem, mennyi lehet benne, 5-6 mázsa, mondtam, persze hozza, bejött a telepre, és már akkor láttam, hogy nem akar kiszállni az autóból, már nekem valami gyanús volt, meglepődött, hogy ő nem erre számított, és akkor kimentem elé az udvarra megelőzve, hogy még mielőtt elmenjen, és mondtam, hogy hát ez az a hely, és akkor le kéne rakni a fát, de előtte álljon már le, legyen szíves a hídmérlegre, le szeretném mérni a fának a mennyiségét, le szeretném ellenőrizni. De hát ő kalodára adta nekem. Mondom, rendben, de hát azt mondta nekem, hogy 5-6 mázsa van egy kalodába, ha 5 mázsa van benne, akkor megveszem öntől az összes fát. Hát adott egy kövérgázt és kihúzott a telepről. Tehát vélhetően nem volt meg bennem még az az alsó hatása, amit ő mondott nekem. Ránézésre 3,5-4 mázsától nem volt benne a kalodába több. Tehát én inkább azt mondanám, hogy a tűzifa felvásárlóknak, vagy tűzifa vásárlóknak, hogy ellenőrizett forrásból vásárolják a fát. Lehet, hogy drágábban tudják megvenni egy hivatalos értékesítési ponton, de ott biztos, hogy meg lesz a mennyiség. Tehát vagy köbméterre vegyék meg, azt viszonylag könnyű ellenőrizni, ugye tudjuk a köbméter adatait, illetve ha súlyra veszik is, akkor hivatalos mérlegjegyet, ha kapnak róla, ott nem lehet benne nagy differencia. Gondolom, itt az is lehet a probléma, hogy az idősök nem tudnak elmenni egy tűzépre, hanem hogyha látnak egy hirdetést, akkor azt felhívják, és házhoz jön a tűzifa. Házhoz jön a tűzifa, és hát ilyenek vagyunk mindnyájan szerintem, hogy bízunk abba, hogy hát velünk ez nem fordulhat elő, és sajnos, és nyilván nem ezt mondom, hogy mindenki ilyen, mert vannak tisztességes tűzifárusok is, de sajnos elég gyakran előfordul közöttük a tisztességtelen, akik az idős embereket csapják, bújjon, ön említette, általában az idős embereket tudják lépre csalni. Ekkor is megteheti azt, ha ilyentől vásárolja a tűzifát, hogy a városban több olyan pont van, ahol alkalmas egy teherautó mérlegelésére, akkor vigyék be oda a fuvarozót, vagy a tűzifaárust. Ha már nem hajlandó bevenni a telepre, mérni az árut, akkor ott már valami baj van. Inkább engedjék el, ne vegyék meg a tüzelőtől. Mennyit lehet itt átlagosan bukni? Milyen vannak információi ezzel kapcsolatban? Konkrét információ van, hogy 40 mázsának eladott tűzifa 27 mázsa volt. Azért az komoly. Elhangzott itt egy olyan szó, hogy szállítójegy és mérlegjegy. Ez mit akar? De azt jelenti, hogy ha hivatalos helyről veszi, tehát ahol esetleg mérleg van, akkor ott egy digitális mérlegen, egy nyilván kinyomtatott mérlegjegy, az egy hitelesített mérlegnél ott nem lehet benne. Tehát egy tűréshatár 10-20 kiló, nyilván több mázsás tűzifánál, 10-15-20 mázsa tűzifánál az egy jelentéktelen lehet, de hát lehet az a 10-20 kiló ide is, meg oda is. Illetve ha erdészettől vagy olyan helyről veszik, akkor ott is hivatalos szállító legyen, erdész által leköbölt és hitelesített szállítólevél, hogy ez ennyi köbméter. Mert az erdészeti köbmétert, meg gondolom sokan tudják, hogy mit jelent 1 méterszer 1 méterszer 1,75, ez egy erdei köbméter, ebben van körülbelül egy köbméternyi tiszta fa, aminek a, ha ez egy normális súlyú, tehát egy kellően száraz fa, ez ilyen 8-7-től 9 mázsáig lehet, az fölötti súly már ez egy nedves fa.
Hát azért azt ön is látja, hogy itt vannak azért ilyen kiskapuk, amiket itt meg lehet az átszámításnál is, nem? Tehát úgy fogalmazott, hogy körülbelül, és talán ezt is ki tudják használni a csalók. Ha köbméterre vesszük a fát, akkor oly mindegy, hogy mennyi a faj súlya a fizetés szempontjából. Talán azért fontos, és nagyon-nagyon fontos az, hogy lehetőleg száraz tűzifát vegyenek. Azért jó, ha ezt megveszik már nyáron, tavasszal, mert ott vélhetően, vagy a nyár vége felé, még az tavaszi vágás, és az már száradt valamennyit a fa. Egy frissen vágott fának a nedvesség tartalma elérheti a 40-45%-ot. És egy égéskor, tehát nem elég az, hogy vizet veszek, hanem még arra használok el energiát, hogy vizet eltávolítsam a fából, tehát duplán rossz. Tehát azt tanácsolom mindenkinek, hogy lehetőleg száraz tűzifát vegyen, legyen a sasújra veszi, annál jobb, ha szárazat veszi, köbméterre veszi, akkor mondhatni fizetés szempontjából oly mindegy, viszont a elégetéskor, tehát a hasznosításkor sokkal többet nyer ki egy száraz tűzifából, mint egy nedves tűzifából. Vannak ilyen alternatív tüzelőanyagok is, mint például a brikett. Ez mennyire elterjedt? A brikettet általában a kisebb felhasználók vásárolják, kazánban kevesen használják, bár van erre is példa. Nem lehet rossz alternatíva egy brikett, tehát előbb említettem a nedvességtartalmat, hogy nagyon fontos a tüzelés szempontjából. Egy jó briketnek a nedvességtartalma az néhány százalék, nem ér el a 10%-ot. Tehát ott, ha én veszek egy kiló brikettet, az gyakorlatilag majdnem egy kiló tüzelőt veszek. Az áraiban is megmutatkozik ez, nyilván drágább egy brikett, egy fabrikett, vagy egyéb más, mondjuk napra forgó hébrikett, mint a klasszikus tűzifa, viszont sokkal több tüzelő van benne, kevesebb a hamutartalma, nyilván a nedvességtartalma sokkal jobb, tehát hasznosítás szempontjából jó a brikett, csak sokat elriaszt az ára. Köszönjük, hogy itt volt nálunk.